Filmet forgattak Komáromban, egy rendes emberről. A munkát vezénylő Molnár Csaba rendezőnek készül, harmadéves a Pozsonyi Színművészeti Főiskola rendezői szakán. Filmjegyzőmét, így a rendes embert is Csaba otthon, Komáromban forgatja. Annak, hogy szülővárosában szeret dolgozni, több oka van. Ezt a várost ismerem. Itt van egy olyan színészgárda, akikkel nagyon szeretek forgatni, és nagyon jó velük együtt dolgozni. Meg hát ez az a város, ahol élek. Az a fajta szlovákiai magyar közeg, amiben én élek. Én igyekszem azon keresztül megfogalmazni a gondolataimat, azon keresztül készíteni ezeket a filmeket. És úgy gondolom, hogy ez a furcsa atmoszféra, ami itt van, amikor belengi akár Komáromot, vagy akár melyik szlovákiai magyar várost, az benne van a levegőbe, az hozzátartozik, az ide tartozik, és ez ide kell jönni. Molnár Csaba sok baráttal, ismerőssel dolgozik. Benkő Géza sok színésztársával egyetemben szeret vizsgafilmeket forgatni. A vizsgafilmnek mindig volt egy bája. Az igazi örömmunka keveredik a majdani nagy profizmussal. Itt még meg lehet oldani azt, hogy jó szóra, itt meg lehet oldani azt, hogy egy hosszú kávéért, itt meg lehet oldani azt, hogy barátilag, szívességből, szeretetből. Olasz István sem először dolgozik Csabával. Számára ezek a vizsgafilmek hiánypótló események is színészi életében. Nekem ez kimaradt az életemből, és így nekem egyáltalán nincs gyakorlatom a filmezésben, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy így akkor együtt tanulunk tulajdonképpen. A készülő rendes ember egy tiszta szándékú, segíteni vágyó valakiről szól, aki nem igazodik ki az őt körülvevő világban. Molnár Csaba első vizsgafilmjét Stúr utolsó napjairól készítette. Ezt az alkotást a mozik is játszották, és nagyon pozitív visszhangra talált a szlovák szakma és a közönség soraiban egyaránt. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.